picivel több mint 7 perc választ el bennünket attól, hogy elkezdődjön a 2022-23-as Nemzeti Leánysebzőlő Bajnokság utolsó mérkőzése, azaz a finálé. A DVTK Akadémia és az Atomerőmű KSC Szekszárd részvételével sok szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Továbbra is Rádonyi Kristófot hallják, és nagyon bízom benne, hogy egy jó mérkőzést látunk majd, mert én hiszem azt, hogy a két legjobb csapat jutott be ide a fináléba. A DVTK egészen elképesztő fizikai fölényt tudott kialakítani a riválisokkal szemben, míg a KSC Szekszárd U14-es csapatában ott pattogtat az a Hencsik Adrián, aki a szezon elején még nagyon kilógott ebből a brigádból, de látva azt, ahogy az elődöntőben felléptek Hencsik mögé, mellé a többiek, Pomsár, Kófiás, teszem azt Kollár vagy éppen Csapó, az alapján azt lehet mondani, hogy van 5 olyan embere Harsányi Máriának, aki képes lehet eldönteni egy ilyen hőfokú találkozót. Meglátjuk, hogy mire megy a tegnapi, egyébként lélekemelő, ám de nagyon fárasztó elődöntőt követően a KSC Szekszárd gárdája a DVTK-val. Az biztos, hogy nagyon sok fog múlni azon, hogy milyen lesz a játékvezetői felfogás, ha és amennyiben a DVTK falthatáron dolgozhat, és megpróbálhatja elnyomni a lehető leginkább a szekszárdi hölgyeket, akkor szinte biztos, hogy Diós Győri győzelmet láthatunk majd. Ha viszont egy komolyabb védelmet kap a szekszárdi mezőnysor és mellettük Pomsár, akkor benne van a pakliban az, hogy azért itt megtréfálja a riválisát a szekszárdi csapat. Ugye, ami a két gárda egymás elleni mérlegét illeti, gyorsan mutatom, hogy találkoztak ebben a szezonban többször is. Ugye érdekesség ezen mérkőzésekkel kapcsolatban, hogy mind a kettő ugye a szezon vége felé jött, amikor ugye felívelő pályát mutatott a DVTK. Egyszer egy ponttal nyertek, egyszer pedig nagyon simán a főtábla harmadik körében egy teljesen érdektelen mérkőzésen. Az meg is érződött a szekszárdiak. Ha jöjjenek a bemutatások, el is hallgatok. Jöjjön tehát a Fireplace Nemzeti Leány Serdülő Bajnokság utolsó mérkőzése, azaz a döntő a DVTK Akadémia, illetve a KSC Szekszárd részvételével. Szóval van két egymás elleni mérkőzés az idei szezonban.
a Szekszárdnak és a Kecskemétnek. Az első az egy egypontos DVTK diadalt hozott, a másodiknak pedig én úgy gondolom, hogy nincsen különösebb jelentősége. Nem hinném, hogy ugye a tét nélküli forduló, ahol már biztos volt, hogy ugye ki lesz majd az a négy csapat, aki egészen bizonyosan bejut ide a nyolcas döntőbe. Szóval ott a harmadik meccsnek volt bármiféle tétje. Külön mondta is nekem a Harsányi Mária a telefonbeszélgetésünk alkalmával, hogy azért így vagy úgy, de ott talán a szezon a legrosszabb teljesítményét hozta az ő hölgykoszorúja, amely itt a döntőben szenvedett már el váratlan vereséget, kikaptak a Győrtől, de lehet, hogy még pont időben jött az a négy pontos pofon, mert azóta viszont nagyon rendben van fejben ez a szekszárdi alakulat, és ez mindenféleképpen Harsi érdeme is. Ugyanúgy, mint a Gyamrus Erzsébet és Demeter Anita érdeme az, hogy ennyire összeszedett ez a DVTK Akadémia. Nekik is van már vereségük itt a legjobb nyolc között. Ugye a Beactól kaptak ki hosszabbítást követően még a csoportkör alkalmával, de végül nem lett baj abból a fiaskóból. Itt vannak a döntőben, és hazai környezetben nyerhetik meg az idei serdülő bajnokságot, a tavalyi bronzérmet lecserélve aranyéremre. Boros Krisztina és Kovács István vezetik majd ezt az összecsapást, és mondom, valószínűleg kulcsfontosságú lesz majd az, hogy milyen felfogásban közreműködnek majd a játékvezetők. Ha megkapja a védelmet Hencsik Adrián és a Szekszárd, nem ilyen túlzott védelemre gondolok, hanem egy korrekt fújásra, ahol a diósgyőri lépéshibák, labdaátvételek lefújásra kerülnek, ahol a túlzott agresszió nem támogatott, akkor van szansa a Szekszárnak. Ha mehet a bunyó, akkor valószínűleg azért a DVTK ezt erőből be fogja gyűrni, mert többen vannak számszerűleg, mint a Szekszárd. Rengeteg ismeretlen egyelőre, de nem sokára választ kapunk erre. És majdnem mindegyik kérdésünkre. Az is kérdés lesz, ugye, hogy a szurkolókat miként kezeli majd a két csapat, és nem csak a Szekszárdra gondolok, meg nem csak a játékvezetőkre, akkor mind a három csapat tulajdonképpen, hanem a DVTK-s hölgyekre is. Ha esetleg nem úgy alakul a meccs eleje, ugye, mint ahogy eltervezték, akkor mi lesz majd? A csata ellen nem játszottak jó első fél időt. Viszont a második az betyárosra sikeredett. Itt most majd szerintem egy 40 perces jó teljesítményt várnának maguktól. Tömörülni fog a Szekszárd, de szinte biztos. Lehet, hogy az egész tornán nincs még sikeres három pontosa a DVTK-nak. Mennek befelé leszegett fejjel, és Mogyoródi révén azonnal próbálnak indulni minden egyes labdaszerzést követően. És akkor ezt még nem említettem, hogy az eladott labdák megpecsételhetik a DVTK sorsát. Ott szokott gondja lenni Ambrus Erzsébet csapatának. Szemüvegben, sárga cipőben, 75-össel Orosz Annára hívnám fel a figyelmet. Ha a torna elején kérdezett volna bárki, akkor nem Orost mondom elsőnek, de szenzációs tornája van Orosz Annának. Ő emelte a legnagyobbat teljesítménye színvonalán. Elhozza a feldobást a kék szerelésben játszó Atomerőmű KSC Szekszárd. Így őket illeti az első támadás vezetés joga. Hencsik, úgy néz ki, hogy lehet gyűrni majd a szekszárdiakat. Ez a végig tolós testtel, karral, mindennel. Ez abszolút jellemzi a DVTK védekezését. Drótos. Dohány. Mellé megy. Orosé a lepattanó. És aztán Oros föl tudja szenvedni. Ráadásul faltal együtt be is dobja.
Szabóé a falt. Majdnem minden DVTK meccs így kezdődött ezen a tornán. Orosz extrájával, most mellém az első büntető. Drótos azonnal ott van. Bencsik a sarokban, nem csapdázzák be, sietnie kell, hogy átérjen. Nem ér át, 8 másodperc alatt. Passzal kellett volna megoldani, nem számított erre szerintem Hencsik, hogy nem ér majd át. Bacsó, fontos pontjai voltak a csata ellen, és sok lában állt a DVTK. Orosz, megint egy kiharcolt falt. Orosz mellé dobja az első büntetőjét. Csapója volt egyéb iránt a személyi. Ez is mellé Orostól. Kidobósban ügyes. Drótos. Jó tempó. Magyaróditól. Hencsik. Visszakapja, ráemeli, mellé dobja. Pontos lesz az is, hogy ő milyen százalékkal dob majd. Hát azért az ott valószínűleg falt voltám. Csapótól, arrébb lökte Bacsót, nem fújnak semmit. Nincs azonban sikeres, közeli. Dohány. Bacsó. Jaj. Vargálja a személyi gyönge ítélet. Jön drótos. Na ez falt. Na ez falt volt. Csapó. Megijedt szerintem Orostól. Mehet Magyaródi, és Magyaródinak ez tulajdonképpen az egész szezonban a fegyvere, a legfőbb fegyvere, most betalált egyet középtávról, a Hunten feliratról, ugye felnőtt csapat támogatójának, fő támogatójának a ragasztásáról, de Magyaródi ezekből a labdaszerzés utáni előrelőtt labdákból szerzi a pontjai javát, ezen a tornán is egyébként Hencsik. Az ott kicsit szűk, ráadásul el is adja a labdát Szabó, Bacsó, kicsit erőlködős, de majd visszaszedjük, Dohány, ő pedig a gyűrűbe juttatja a labdát. 6-0-ás DVTK vezetés, senki ne feledje, tegnap az elődöntőben a Beac vezetett 10-zel is az első negyedben. Hencsik, csodásan csinálta, csak mellé dobja, mindig van még egy kéz, mindig van még egy segítő. Dohány. Magyaródi. Magyaródi! 8-0. Schiefer. Az belemegy! Hű! Pedig ott volt Orosz egyébként, nem védekezett rettenetesen. Orosz ezekre eddig mindig megkapta a fújást, most oda vetődik a labdára, drótos, Magyaródi, ez kiköpi a gyűrű, ott van drótos megint, és Faltel együtt dob be egy zicsert. Elképesztő fizikai fölényben a DVTK csak és kizárólag
a Beac ellen nem mutattak ennyire kiemelkedően fizikálisan. Ogunzon Bonnyai érkezik. Ő méretei alapján, ez közben két büntetőt eredményez, majd Orosz állhat oda vonalra. Szóval a méretei alapján Ogunzon Bonnyai jelenthetne komoly fort a Szekszárnak. De ő abszolút kiegészítő ember. Orosz dobja ezt mellé. Ezt most bedobja. Orosz. 11-3-8 pont a különbség a DVTK javára. Schiffer. Dohány ér oda. Orosz. Drótos. Sok esetben érzi azt az ember, hogy úgy van vele a DVTK csapata, hogy valamit oda felszenvedünk a palánkra, gyűrűre, ha bemegy, örülünk, ha nem megy be, majd visszaszedjük. Hencsik. Müller mellett elindul, és dobhat majd két büntetőt. Két nagyon fontos büntetőt dobott be tegnap az elődöntőben Hencsik. De amikor nagyon nem ment a csapatnak, akkor harcolt ki egy véleményes szituációból, három dobást és kettőt el is süllyesztett, és azzal végigért a Szekszárd. Most bedobja az első két büntetőjét. Nagyon fontos lesz, hogy hogyan fogja dobni a büntetőket az Ataberőmű KSC Szekszárd. Ugyanúgy, mint hogy fontos lesz, hogy hogy dobja majd a DVTK. Jaj. Müller esett össze. Vargálja a falt, megünneplik Müller Fanni jó büntetőjét. Második kimarad, Hencsik lép vissza a lepattanóért, és valószínűleg Hencsikről megy ki, igen. Alapvetően így név, vagy nem is tudom, hogy mennyiség alapján erősebb a második ötöse Harsányi Máriának, hiába Hencsik van ebben. Például ezért, mert hogy itt Vargának nem igazán van sansza arra, hogy megállítsa Müllert. Schiffer elvállal egy hármast, ez most mellé megy, és ebből Magyaródi roboghat. Csapó úszott meg egy faltot, Müller. Drótos. Neki fut Ogunzon Bonnyainak, dohány vetődik oda a labdára, marad a DVTK-nál 14-5. Orosz jön vissza. Hazai részről Szabó pedig a tolnaiaknál. Drótos, Orosz jó belépés, szép zicser.
Ő elképesztő fejlesztési út közben. Csodálatos 8-as döntője van Orosz Annának. Hencsik. Odaütöttek neki. Most az ilyen egyszemélyes hadsereg kell, hogy legyen Hencsik részéről. Kellene adni neki 2-3 jó elzárást. Aztán hozzon egy döntést. Mellém az első büntető. Hencsik, az úgy lépés, nem fújják. Csapó, lassan dobni kellene. Nincs dől a dobás, adott labda, az akció vége. Hencsik ezt most saját maga rontotta el. Ott van megint Orosz, Magyaródi, ő pedig ezeket imádja, és akkor jön egy időkérés, 18-5-ös DVTK vezetésnél. Nem tudni, mennyit vett ki az a tegnapi elődöntő. Mentálisan és emocionálisan a szekszárdi lányokból. Nem volt különösebben pozitív Harsi tegnap este a mai esélyeikkel kapcsolatban. Nyilván szeretne nyerni, mert aki sportol vagy a sportvilágában mozog, az nem szeret veszíteni, de reálisan úgy érzi, hogy azért nagyobb, erősebb ez a DVTK, mint az ő lányai. Látó távolságon belül kellene túlélnie ezt a 10 percet szerintem a DVTK-nak. Ez lehet most a cél. Hencsik, aki ebben főszerep juthat, és nem ezekre az elhagyott sarokkal visszatett labdákra gondolok. Schiefer, Orosz labdát sem. 25 a DVTK javára. Elvállalja a tempót, be is dobja.
Kovácsik. De azonnal Ambrus Erzsébettől reagál a kialakult helyzetre. Nézzük akkor Hencsi két büntetője. Tudja rendezni a sorokat a Szekszárd. Első. Drótos. Tudja a helyére gyűrni ezt a labdát a Szekszárd. Jöttek a Diós György természetesen. Hencsik. Ő viszont faltal együtt dob be. Egy zicsert. Jön most az, amit én úgy gondolom, hogy vizionáltam, hogy muszáj lesz Hencsiknek. Előtérbe lépnie. Drótos. Legalább volt tripla kísérlete ezen a mérkőzésen a DVTK-nak. Oros. Jó védekezés Csapótól. Lassan dobnia kell majd. Varga, Schiefer, ő elvállalja, az nem lesz jó. A lepattanóhoz nem fér hozzá a Szekszárd. Bacsó. Megmentették most Bacsót.
Picit pongyolán zárt össze itt a két szekszárdi. Támadás vezetés lehetősége a DVTK-nál. Ott másodpercet nem tudja bedobni a Diós Győr. Ebből is látszik, azért zavarba lehet hozni őket is. Schiefer elindul, folyamatosan tolják, és azt mondja az alapvonali játékvezető, hogy Schieferről megy ki. Hencsik. Brutálisat játszik Hencsik Adrián. Így ér véget az első 10 perce a mérkőzésnek. Maradjunk annyiban, hogy nagyjából Hencsik Adriánnel harcol jelen pillanatban a DVTK gárdája. 20-13 a találkozó állása. Hencsik sikeres közeléje zárta az első 10 percet. 10 egységnél Hencsik, és ugye Schieffer triplája az egyetlen olyan, amelyet nem Hencsik szerzett, és szekszárdi pontot eredményezett. Ráadásul azért a vonalról nem tökéletes, amit látunk Hencsiktől. Negyeden túl vagyunk. Kezdődhet egy újabb mérkőzés. Krucsai Nezácki. Völgyi neve fémjelzi a DVTK második ötösét. És ugye a Szekszárnál Kófiás jön majd, Pomsár jön majd, és Kollár érkezik majd. Összegyűjti a csibéit, Harsány Mária. Emberemlékezet óta viszi a szekszárdi utánpótlás csapatokat. Tűzön, vízen keresztül. Döbbenetes munka az övé. Elődobott Zitzer hazai részről, aztán Krucsai valahogy kipasszolja, az a Zitzer is mellé megy, jöhet a Szekszárd, nem figyel Kollár egy pillanatra, Kófiás, az igen, elődobják, Pozsonyi rontotta ezt a könnyű helyzetet, ezt mondja neki Arsenyi Márvő is, hogy de hát kírám egyetlenem, ezeket muszáj, ha nyerni akarunk. Pomsár. Ő akkor is kosarat szerez, hogyha ketten lógnak a nyakán.
brutális fejlődésen ment keresztül Pomsár idei szezon során. Völgyi, ő is amúgy. Nem falt? Vagy nem valami? Felvette amúgy a kesztyűt keménységben a Szekszárd, Kollár. Hí, az igen! 20-17! Ő is komolyat lépett előre. De olyan érzés van az embernek, hogy Hencsik maradt azon a szinten, ahol volt, ami egy nagyon magas szint, és az is lépés Nezáckinál. És az is. És ez a Nezácki volt, gyönyörű Pomsár. A Pomsárt felrúgják, Kofiást is. Szóval, hogy olyan szépen felnőttek a többiek a feladathoz, meg Adri teljesítményéhez. Ez mindig jó látni, különösen serdülő mezőnyben Kofiás vetődik rá a labdára, marad a Szekszárnál. Hát ha valakinek rossz matchup a DVTK, akkor az Kofiás Jana. Viszont neki van gógyia ez a játékhoz. Íme. Most éppen Pomsár Annát találja meg. Völgyi, 20-19, oda lett a fene nagy BVTK előny, Nezácki. Oda vetődnek erre is. Mit melózik most a KSC Szekszárd U14-es csapata? És nem tudnak vezetni, mert Pozsonyi ezt is elrontja. Pozsonyi kezében benne maradt 4 pont, de visszaszerzik a labdát. Csak harcsány nyelvet figyelem. A kíra-kíra kiáltások sorát látom és hallom. Kofiás kontrából nem tudja megverni az emberét, de megveri. Csak nincs meg az ígyszer. Ki lesz a lepattanó? Kucsai. Kérsz egy faltot. Nyilván muszáj falt határon dolgozni a Szekszárdnak is. Második kérdés, most már látszik. És mindenkinek hozzá kell tennie a magáét. Pozsonyinak is. Völgyi Kófias mellett kivezeti a labdát. Nincs jó 8-as döntője Völgyi Szonyának. Kófias. Ügyesen hozza ki onnan a sarokból. Kollár. Megkaszi a Kófiást. Sem eredményez kosarat. Most éppen Horvát rontotta el Nezácki. Itt megállítják. Egyébként Siba. Völgyesik össze, Pomsár pedig dob egy duplát, vezet az atomerőmű KSC Szekszárd. Picit emlékeztet a mérkőzés a tegnapi Beat Szekszárd elődöntőre, ahol egy rossz első negyed után jött egy pazar második, csak itt most nem büntetőkkel tartja magát a Szekszárd, hanem mezőnykosarakkal. Kucsai harcolja ki a személyit. Nezácki.
tudja bedobni. Az is falt. Szabó, most ez horvát volt. Hoppá! Időkérés megint! Kollár! Említettem még az első negyedben, hogy talán a második ötös az egy stabilabb ötöse Harsányi Máriának. Én akkor is, hogyha nyilván azt mondja, hogy igyekszem ugyanúgy kialakítani a két ötös, de azért ő is elismert, hogy általában a Hencsik féle, Hencsik nevével fémjelzett ötössel szenved inkább a csapat. Már csak azért is, mert ott sokkal inkább kell csak egy emberből készülni. Itt viszont az kevés. Kollár 5 pontos, Pompsár 6 egységnél. És Kófiásnak van 2 gólpassza, 0 eladott labdával. Egy ponttal nyeri egyelőre a második negyedet. Az a Tamerini KSC Szekszár. Magára talál-e a DVTK-nak ez az ötöse? Völgyi. Szécsi. Szécsi beviszolva a tömegbe, az nem biztos, hogy jó ötlet, főleg így nem. Megint labdát szerez a Szekszár. Nem tudom, hogy honnan van ennyi erő ezekben a lányokban, de van. Pompsár fogja a pozíciót. Aztán megint oda vetődnek a labdára. Jöhet a DVTK. Leütés tempó, ugye sok Pompsár lepattanója. Kófiás megkapta őrzőnek Völgyit, ki valószínűleg a legjobb, legstabilabb védője Ambrus Erzsébetnek. Kollár pedig jelzi, hogy nem csak Hencsik Adrián tud pontot szerezni az Atamerimi KSC Szekszár csapatában. Lesznek el a Nezáckinak. Lesznél is van. Pozsonyi. Hiba. Szóval nyá, az megint annak szól, hogy pont annyira volt véleményes Nezáczki indulása. Gyönge, Szécsi passz. Kófiás. Nagyé a falt. Elhagy a Kófiás.
Bölgyi. Van a rosszabbik végén most ennek az ítéletnek. Kofiás. Kollár, ketten őrzik. Kofiás elvállalja, nem néz ki jól. Azt az iránya, Nezácki mehet. Völgyi. Nezácki. Nagyon komoly problémája amúgy a DVTK-nak, hogy egy méternél távolabbról nagyjából senki nem veszélyes ebből a keretből. Ellentétben mondjuk Kollárral, Kófiással, vagy teszem azt Pomsárral, akkor Hencsiket még meg sem említettem. 28-22. Nezácki elindul, Pomsár visszanyomja. Nincsenek meglepetések már itt a tornán belül. A torna elején nyilván az volt, hogy Nezácki, Szofi meg Orosz lettek a két igazi vezér. Nem jól betett labda Pomsárhoz. Nezácki kéri, Nezácki kapja, és ki aztán jelent, hogy Pomsár földre birkózták. Visszajön két pontra a DVTK. Tudnak szaladni, ha tudnak labdát szerezni, akkor életveszélyesek. Ezt tudtuk eddig is. Ha nincs hely, csak gyürkőzés van, és szépen tömörül a Szekszárd, akkor rögtön fejvakarás a sztori vége. Öt támadó lepattanója van már a DVTK-nak. 35 kísérlet a 26-tal szemben. A nagy differencia. Ne feledjük, volt 18-5 is a találkozó állása. Még mindig 9-el jobb ebben a negyedben a Szekszárd, mint az ellenfele. Biztosuk tovább a lányokat! Attila Körül! Picit kevesebb, mint 3 perc van már csak hátra. Fies. Nagy mellett. Kettetet felrúgják, ketten betődnek rá a lábára. Ambrus Erzsébet nem tudom, hogy ezen most mit reklamál egyébként. Lépéshibát, ha jól gondolom. Egyik fakad a másikból nyilván. Kollár. Pomsár. A kiosztás, Kollár kicsit közelebb viszi, az nehéz. És lepattanója sem ezúttal a Szekszárdnak. Támadó lepattanó szinte egyáltalán nem fér hozzá a szekszárdi csapat. Kófiás. Nem volt jó a keresztátítés. Kucsai. Nagy mehet a vonalra. Egyből kettő a találati arány a büntetővonalról. Orosz és Müller dobtak be egyet-egyet.
Megint tartott labda, ezúttal jöhet a Szekszárd. Pomsár, hogy de ügyesen! Megint Pomsár, igen, leszedi a társrontását. Most ugye tovább tenni, legalábbis kékmezeshez nem. Nagyon hiányzik ez a két pozsonyi zicser, meg most horvát zicsere. De 6 pont. Na, most ezt a szívességet Krusei is, hogy mellé dob egy zicsert. Pozsonyi. Pozsonyi megy végig. Pozsonyi. Hát persze, hogy a legnehezebbet dobja, mert két ajtóablak tök üres. Közelít, mellé vágott Pozsonyi Kira. Addig-addig kirázott neki Harsi, amíg ezt most már nem dobja mellé. Az gyönyörű. Völgyi Szonya. Említettem, hogy talán ő az egyetlen, aki 5 méter környékéről képes beledobni a labdát fixen a gyűrűbe. Kofiás. Kollár. Pomsárt keresi és találja a Pomsár. Nem jó a visszalépős. Ott van azonban a csapattárs. Hát és erről beszéltem. Pozsonyi is dob egy duplát. És egyébként horvát is. Mindenki hozzászól most már a tánchoz. Így vagy úgy. Oha. Sok volt ugye a tatyogás, de az is adja a labdát, nagy. Pozsonyi, kicsit lábbal tette maga elé. Kofiás megy, inkább megáll, Kollár, üres tempó, az most mellé. És kié lesz a lepattanó, most marad a Szekszárdnál. Mert az előbb a DVTK kapta meg hasonló szituációban a labdát. Harsányi Mária. És végre úgy üvöltözhet, hogy nem hallja mindenki. Kollár. Ez is mellé. Horváth, visszanyomják. Kófiás megszerzi. Nem szerzi meg, Nezácki szerzi meg. Ó, nincs szerencséje Szofinak. És még be is rúgja a labdát. A lelátó alá. Így de közel volt itt a labda csenéshez. Nezácki Szofi, mondom, az, amit ő és Oros léptek szintügyileg előre, fölfele, ahogy tetszik valakinek, az vezetett oda, hogy egyébként itt lehet a DVTK. Szó, ez lenne a minimum elvárás. Kollár, Horváth. Kucsai alakaszkodott össze. Kollár most egy picit ezt túlpörögte. A szükség nem volt erre, lillázik is most Harsi. 10 másodperc még az első fél időből hátralévő idő. Nagy. Ne zátsz ki. Krucsai eladja a labdát a DVTK, vagy hát nem tudnak dobni, mutatja Ambrus Erzsébet, hogy hát ezt el kell dobni. Szofi nem dobta el,
32-28 arányban vezet egy fél időt követően az Atomerimű KSC Szekszárd, és teszik mindezt úgy, hogy itt a második negyedet 11 ponttal tudták megnyerni. Nagyon nagyot ment Kollár, nagyon nagyot ment Pomsár, de tényleg hiába dolt mellé Horváth is Zitzert, meg amúgy Pozsonyi is. Ők is hozzátették a magukét ehhez a melóhoz, csak úgy, mint Kófi Ás, aki labdát szerzett, asszisztot adott, és faltot harcolt ki. A másik oldalon a magabiztos első negyed utáni előny elillant, Nezácki nagyon magára maradt, ugye Völgyi dobott még egy duplát, és aztán nagyjából ennyi, amit a második 10 percben hozzátett a nagy egészhez a csapat. Innen folytatjuk, amit kezdődik a második félidők. Érdemes velünk maradni. Tudta? Termékkínálatunkban minden rendszerelemet megtalál, ami egy szerkezetkész ház felépítéséhez szükséges. Betonzsalúzó elemek, téglafalazó elemek, nyílás áthidalók, kéményrendszerek, előregyártott betonelemek, előregyártott lépcső, födémrendszerek, tetőcserepek, térkövek, kertépítő anyagok. Számunkra kiemelten fontos a környezetvédelem az építőanyagok gyártásánál. Fenntartható alapanyagokból dolgozunk, hogy a lehető legkevésbé terheljük környezetünket. A gyártás során keletkezett betontörmeléket újrahasznosítjuk, és alapanyagként ismét felhasználjuk. Leyer. Egy életre szól. www.leyer.hu. Everyone has made choices they regret. I've made a few, like letting go of you. Time has passed me by without you by my side. When I think of all that's gone, you're still the one.
Az Ursza termékek biztosítják az épített környezet energiahatékonyságát. Ilyen módon hozzájárulunk az emberek életminőségének javításához, ráadásul még bolygónkat is óvjuk. Európa egyik vezető szigetelőanyaggyártóvállalataként azért dolgozunk, hogy megteremtsük az ideális hőérzeti és akusztikai komfortot mind a lakóterekben, mind pedig a munkahelyeken. Szakembereink elkötelezettek a modern követelményeknek megfelelő minőség és a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása irányában. Vállalatunk az emberközpontúságot helyezi előtérbe, jólétet teremtve egy kényelmesebb, kellemesebb környezet létrehozásával az emberiség szolgálatában. Termékeinkkel az életminőséget és a bolygónkon megvalósítható fenntarthatóság szintjét javítjuk. Az évek során ígéretes termékválasztékot fejlesztettünk ki. Most ez a termékválaszték hivatott megerősíteni az elismert Ursza márkanevet. Vállalatunk logója is izgalmas átalakuláson ment keresztül. Az Ursza a jövőbe tekint, ezért kedvenc jegesmedvéink is ezt kell tegyék mostantól. Új színeink erőt és átláthatóságot sugároznak. Az elegáns, sötétebb kék jelentőségteljesebb márkaüzenetet hordoz. A vörös az emberközpontúságot és a melegséget fejezi ki. Az új vállalati image termékeink csomagolásában is fokozatosan meg fog jelenni, melyet természetesen új brossúráink megújulása is követ majd. Minőségi termékválasztékunkat számos alkalmazási területre ajánljuk, és ehhez részletes, építész szakemberek által összeállított, hasznos útmutatókat és tanácsadást nyújtunk. Íme! Ismerje meg ön is az Ursza új arcát! A gondoskodás annyit tesz, hogy igyekszünk mindent megtenni a szeretteink egészségéért. Ebben a gondoskodásban nyújt sokoldalú támogatást az Eurovit Vitamin család. Válaszd az Eurovit vitaminokat a családod számára. Eurovit Vitamin család. Lételemünk a gondoskodás, akár csak neked. És te? Tudod, hogy a KNTH-val duplán fektethetsz a jövőbe? Duplán! Egy tudatos döntéssel és a KNTH felelős befektetésekkel egyszerre tehetsz a klímaváltozás ellen, és közben a pénzed is gyarapszik, összhangban a földdel és egy élhetőbb jövővel. Fektess be havonta telóról, és akár 40 ezer forint jóváírást is kaphatsz. És új bankszámlával még ezt is duplázhatod. És két oda navigál. Dönts okosan! KNTH. Innováció, fenntarthatóság, jövő. Csobbanj egyet a Mega Örvényben, a város legkeményebb beltéri csúszdapartjában. Hé, Carl. Igen? A Snickers csináljuk, a csúszdapark tegnap volt. És nem is hívtatok? De hát nem is... És legalább jó volt? Hagyjuk, Carl. Veled is előfordult már, hogy valami nehezebb volt, mint gondoltad? Hogy úgy érezted, nincs esélyed? Néha mind elbizonytalanodunk. De vannak, akik akkor is hisznek bennünk, amikor feladnánk. Az Erszténél eddig 3500 hátrányos helyzetű gyermeknek segítettünk, hogy felnőttként tudatosan kezeljék a pénzügyeiket. Higgy magadban te is! Egy bank már biztos van, aki hisz benned. Erszte. Thank you.
egy fél időt követően 32-28 arányban vezet az Atomerőmű KSC Szekszárd U14-es csapata a DVTK Akadémia A jelű U14-es gárdájával szemben. Ugye ez a finálé az idei Fireplace Nemzeti Leány Országos Bajnokság 8-as döntőjének, és azt hiszem, hogy egy olyan mérkőzést kapunk, amilyen kapni szeretnénk minden egyes döntőtől. Van fordítás, van izgalom, van őrület, minden egy csomagban. Ugye a DVTK nagyon jól kezdett, vezettek 18-5-re is, és aztán utána onnan vissza tudott jönni, 20-13 az első negyed végéig a Hencsik Adrián vezette. Első ötöse a Szekszárnak, majd jöttek Kófiásék, egészen pontosan Kollár, Homsár, Pozsonyi, Horváth és ugye Kófiás, és ők nyerték a második 10 percet, 19-8 arányban, 11 ponttal, és ennek köszönhetően vezet 4-jel az Atomerőmű KSC Szekszárd, és hogy mennyire ugye sokat lépett előre a idei szezonban a kiegészítő személyzet a szekszári csapaton. Azt jól mutatják szerintem a 8-as döntő statisztikái és listája. Ugye Popsáron a 2010-es születésüként harmadik a legjobb valértékek listáján, de ott van ugye a legjobb gólpasszoloknál Hencsik Adrián, aki ebben a legjobb pontszerzője is az eseménynek. Popsár ugye 17 lepattanót szed átlagosan mérkőzésen, mint a legtöbb védő lepattanó és a legtöbb támadó lepattanó, és az övében Szanszonyi a mai 11 támadójával lehet, hogy ez utóbbi listán majd előzni tud. És ugye látjuk azt, hogy azért a DVTK Akadémiánál olyan igazán kiugró egyéni teljesítmény nincsen, viszont azt nem szabad elfelejtenünk, hogy náluk pedig szintén több lábon áll a csapat jó teljesítménye, és mint ilyen, soha nem lehet tudni, hogy ki az, aki előtérbe lép. Viszont ezen a tornán Orosz Anna, illetőleg Nedzsánszki Szofi a két vezér, ugye ők egyébként ott vannak egyrészt a valérték listán, másrészt pedig ugye a legjobb gólpasszadók listáján, a támadó lepattanók terén is nagyon szépen mennek. Úgyhogy azon fog múlni ez a döntő, így nézegetve a toplistákat is, meg nézegetve a mérkőzés első félidejét, hogy hol látjuk majd a legtöbb jó teljesítményt. Nem a legtöbb jó egyéni teljesítményt, hanem a legtöbb jó teljesítményt. A Szekszárd 5 stabil embere jól megy a második félidőben, akkor őket nagyon nehéz megfogni, mert észnél vannak, képzettek, kellően nagyok, és a Hencsik jól szervezi majd a játékot és jó döntéseket hoz, mint ahogy tette egyébként a Beac elleni mérkőzésen úgy a második fél idő első 15 percében, amikor ugye meglépett 9 egységgel Harsanyi Mária alakulata, akkor simán végigérhet a Szekszárd. Mennyire tudja leerőltetni a fizikális akaratát riválisára a DVTK, ez a kérdés, és mennyire lesznek pontosak. Nagy meglepetések, úgy gondolom, hogy nincsenek. Kollár, Hencsik, Kófiás, Csapó és Pomsár a szekszárdi kezdőben. A második fél elején Magyaródi, Krucsai, Drótos, Orosz és Bacsó a másik oldalon. Kollár gyönyörű betörés palánkos duplával kezdi a második játékhoz. Bacsó pedig tudja már fölszenvedni a labdát. Nedzsánszki. Drótos, jó a híve, és jó a dobás is. Így meg tudja verni
szexárdot a DVTK, akkor azzal együtt tud élni szerintem Harsányi Mária. Magyaródi volt túl agresszív. Komsár nem kap jó labdát. Jól érkezett drótos, bármit tudnak váltani, Bacsót leszámítva, mert nagyon erős mindenki a diósgyőrieknél. Rengeteget melóztak Ombus Erzsébet elmondása szerint az erőléti edzővel a hölgyek, hogy ez így legyen. Csapó. Porossal harcol meg azért a szabad labdáért, a DVTK jöhet. Sár fölött, az nem egyszerű, de bedobja. Hát igen, ha ezt nem csinálhatja, nem tolhatja egy picit ellenfelét Magyaródi, akkor komoly gondjai lesznek. Ugye ő is 2010-es születés, ezt azért fel a kapcsolatban ne felejtjük, Hencsik. Elhagyja. Bacsó, eszeget fejjel megy előre. Rótos, az úgy lépés. És két büntető. Zavarodva a helyi speaker egy kicsit. Alapon, hogy bedobás jön majd. Nezácki. Bocsánat, Oros volt az, most Nezácki. Kofiás, segge ügyes volt. Toros, Komsár visszaér. Második már jó, egy pontra közelíti meg riválisát a DVTK. Komsár! Nem tudja falttal együtt bedobni. Nezácki falt, de Beac elleni vereség szerves része volt Nezácki kipontozódása. Komsár bedobott a két büntetőjét. Magyaródi. A lepattanó. A labda pedig a Szekszárdé.
mellém egy Pomsártól. Bacsó próbálna indulni, Pomsár visszaér, az igen. Szeretik látni ezt az edzők, amikor a center a rontott dobás után visszaér az indításra. Bármennyit lehet lépni a jelek szerint. Egyébként falt volt. Mellém egy drótostól, az viszont már a helyén. Harmincöt. Hentsi. Nagyon fontos hármas. Drótos harcol ki egy faltot. Bedobást voltam a RKSZ Szexárd, és meg is szerzik a labdát, jöhet Kófiás. Aztán most már Hentsik. Ez lépés Kófiásnál. Müller. Kollár jó védekezése. Négy perc telt el a második félidőből, négy pontos szexárdi vezetés. Kófiás. Hentsik, végigér, végig bizony dob kettő. Nagyon türelmes, jó kosárlabda ez a Szekszártól az egész szezonban. Tulajdonképpen az első másodperctől kezdve a legkomplexebb támadó játék, messze-messze az övék. Láttam olyan Szekszárd mérkőzést az idei szezonban az ellenfelek. Egyik-másik játék, és a tényleg csak nézegetett jobbra-balra, hogy itt mi történik. Ilyen elzárás innen, olyan elzárás onnan. Hihetetlen. Felnőtt típusú kosárlabda az övék. Amit egyébként gyönyörűen elsajátított ez a brigád. Jó, a két büntető. És egyébként jól büntetőzik az összes kulcsjátékosuk. Drótos. Érdekes, hogy nem tart nagyobb távolságot drótos védője. Jó az első. És jó az első büntető. És jó a második is. Pomsár, Hentsik. Csapó. Továny azonnal megy csapdázni. Hentsik. Megig vergődik valahogy. Schiffer. Mellé megy. Pomsár megy a lepattanóért. Nem tudja megszerezni. Kapta szerintem a faltot. Ez volt a második.
Második faltja Pompsárnak. Ugye megvan már az összes csapatfalt, amit büntetlenül oda lehet ütni. Drótos belőle ezt is fontos, hogy a büntetőzésben feljavuljon a DVTK. Drótosra sok jó dolog történik a mai napon. Neki nagyon fekszik az, hogy ugye nincs igazi test rá az ellenfélnél. Pomsári a lepattanó. Pomsár. Bravúr, hogy ezt megfogta. Hihetetlenül ügyes. Pomsár Anna. Majdnem kosarat szerez ebből is. Drótos megy. Jaj. Megint Drótos harcolja ki a személyét, és megint lophat kettőt. Nem véletlenül dühöng most a Sanyi Mária ott az oldalvonal mellett. Negyedik csapófalt. Drótos mindig fogja a kezét, rosszul esett valószínűleg. Elképesztőt melózik Drótos Szonya. Hova? Érdekes, hogy nem kért cserét amúgy Drótos. Érezhetően nagyon fáj a keze. Most figyelmezteti Boros Krisztina Harsanyi Máriát. Harsanyi Mária meg gondolom figyelmezteti Boros Krisztinát. Hát ez ilyen. Soha nem lesz egyetértés edző és játékvezető között. Hencsik. Kófiás. Mellé megy Schiefer, szedi a lepattanót. Eléri, hogy Völgyi csak ütni tudja. Ez felnőtt mezőnyben is probléma, hogy a gyűrűt nem érő labdákat nem igazán tudja a védőcsapat 20%-ban begyűjteni. Ez fokozottan igaz. Kosárlabdára Pomsár megy. Jó védik. Kofiás ül le. Kollár jön be a helyére. Kollárnak is három faltja van. Hencsik. Tudja bedobni. Messze a leghatékonyabb meccse van az egész 8-as döntő alkalmával Hencsiknek. Drótos üti el a labdát, a jó zicsert követően megint túl közel van hozzá a védő. Nem tudom, hogy mitől félnek a szekszárdiak. Hencsik végigér, zicsert dob ő is. Hozzá muszáj közel menni, de Drótoshoz semmi értelme közel menni. És akkor mi van, hogyha veszélyeztet távolról? Pomsár! Völgyit nyomja vissza. Nazácki majdnem utaütötte a negyedik faltját. Schiefer beláll a tempóba, és be is dobja palánkról! 45-40. Őrült másodpercek. Labda marad a DVTK-nál. Most jön majd vissza Völgyi helyére. Öt pontos szekszárdi vezetés. Hát ez nagyon fájó lehet, és mennyire jól csinálta ezt a DVTK.
óriási faldrótosnál, nem fújják le. Drótos, óriási lépés hiba. Az előző faltot még megúszta, ezt már nem. Lehet, hogy jobb az, hogy a faltot húzta meg drótosnak. Nincs még személye, úgyhogy belefért volna egy fújás. Erzsébet nem tudom, mit vitatkozik ezen. Pontosan tudja, hogy lépésébe volt. Kollár, ez mellé megy. Lepattan Orosé. Lovatnak vele két büntetőt. Legjobb biznisz ez, amíg hátrányban van a DVTK. Mehetnek a vonalra, áll az óra. Férkőzhetnek közelebb az ellenfélhez. Orosz lövi mellé a labdát megint a vonalról. A szegénynek meggyűlik a baja a mai napon. Büntetőkkel. Nezáckinak viszont megvan a támadó lepattanó, Pomsár nyomja vissza. Koros megszerzi. Nezácki, mellé. Magyaródi, ott van még mindig Oros. Micsoda földharc zajlik ott, kérem tisztelettel. Az a mezőny nagy szerencséje, hogy nincs egy fél dobója sem ennek a DVTK-nak. Teljesen esetleges az összes hazai dobás végkimenetele, és általában inkább nem, mint igen. Bencsik. Kollár. Róla megy ki a labda. Schieferrel pacsizik össze Kollár Lilla. Kucsai. Nezácki. És közelebb viszi Pomsár. Nagyon jól érzi azt, hogy itt egy helyben kell állni a magasra feltett kézzel. Abból baj nem lehet. Bencsik mutatja mindenkinek a nyugalom. Aztán majdnem eladja. Pomsár tabajgatják. Bencsiket is agyon csapják. Nem tudom, hogy melyik a rosszabb a DVTK-nak. Ambrus Erzsébet kapott egy technikait. Jó, hogy egy T-jelet mutatott volna a játékvezető. Egy időkérés biztosan jön. Ez az egy, ami fix. Aztán majd utána meglátjuk, hogy miként megyünk tovább.
Picivel kevesebb, mint 2 perc van már csak hátra. Aha, ugye Szekszárdi technikás. Gondolom Harsanyi Mária kapta. Utána pedig jön majd két Mencsik büntető. Drótos dobja majd. Leti reklamálta a faltot még ott Pompsárnál. Drótos bedobja. A technikai hibáért váró büntető Drótos szóna értékesítette. Ezt nem annyira értem most. Két szexárnyi dobással folytatott tovább a játék. Belemászott a sportárs nézetébe. Szekszárdi vezetőedző. Mencsik jó büntetője, jön válaszként. Csak hát nyilván így nem 4 a különbség, hanem csak 3. És marad is 3. Kucsainak van némi szerencséje, hozzá akart nyúlni, aztán nem nyúlt hozzá, aztán nézett hátra a játékvezetőre. Maga sem tudta eldönteni, hogy mi legyen, hogy legyen. Nezácki. Az is lépés. Ezt nem azért mondom, mert hogy pikkelek a játékvezetőkre, hanem mert egész egyszerűen nem korrekt dolog az, hogy ilyen előnyt szerzel egy indulásnál, minden egyes alkalommal, vagy nagyon sok alkalommal. És ezzel muszáj lenne foglalkoznia majd a Diósgyőri stárnak. Drótos, az jó mögé lépés Magyarulitól, az igen, labda nélküli mozgás, ez mindig szépen működik. 46-45. Csapó. A labdát, és aztán lehet menni, Magyaródi, eléri. Eléri? Nem éri el. Ha elérte volna, akkor az bizony zicser lehetőség. Meg kell fogni a labdát. Teljes szexárdi stáb itt van. Természetesen hát édesanyjuk, Szabó Gergő és Szabó Noémi édesanyja, az edző, Harsanyi Mária. Gergő ingázott, tegnap beszéltem vele telefonon. Mindenki nagyon boldog, hogy itt vannak a döntőben. Lassan összeáll a felnőtt csapat, és ez jó hír lehet a szurkolóknak, meg vannak KB-ra a légiósok is, nem árulok el neveket természetesen, biztos jön majd a bejelentés. És melyik, hogy a kicsa dolgoznak tovább, mint ahogy majd a serdülőknél nyilvánvalóan Harsanyi Máriával dolgozik tovább az Ameri KSC Szekszár. Visszaveheti a vezetést hosszú idő után először a DVTK. Most amúgy a DVTK-nál sincsen mély rotáció, ugyanazok a pályán, Oros, Nezácki, az igen, gyönyörű játék! Oros a befejező, újra vezet a DVTK. Jól élnek most lehetőségeikkel a fehérmezesek. Bencsik, most játszanak Pompsárt. Nehéz elkapás, Rótos mellett fölött, nincs fújás. Rávetődik a labdára Pompsár. Marad a labda a Szekszárnál. Az, hogy ez nem volt faltott Drótosnál, az biztos, hogy rossz ítélet. A
Csik. Ő kapja vissza. Kófiást nyomták el. Kérdezi tőle Boros játékvezető, hogy jól vagyunk-e. Hát ez a baj, amikor ugye nem kezdjük el fütyörészni a falatokat, és megy a bunyó. Abból ez jön. Nyilván nem szánt szándékkal nyomták el Kófiás Janát. Nem is kérdés. De... Ja, hogy csak megállították a játékot, nem is volt falt? Na. Csik egyéni akciója, én nem láttam belőle semmit. Rotos. Kucsai. Kucsai mellé dobja. Komsár megy a lepattanóért. Hencsi. Kollár. Kollár inkább megáll, megtalálja Hencsiket. Hencsik nem tudja bedobni. Lepattanó pedig, Szekszárdi kézről hagyja el a játékteret, szerintem is csapóért hozzá utoljára. Időn túl érdemes sem érvényes, nem is megy be. Egy pontos Szekszárdi előny maradt a fél idei 4 pontos különbségből. Egy pillanatra átvette a vezetést a DVTK Akadémia, de ezen felül nagyon-nagyon régóta nem vezettek, és azonnal jött a reakció Hencsik révén a Szekszártól. -47. 3 jó tripla a Szekszártól, és ugye 10-zel kevesebb büntetőből 2-vel több találat. Óriási különbség. Igen, mehet a fizikális játék a DVTK-tól egyelőre. Elbírja ezt az Atomerőmű KSC Szekszárd. Boros, Nezácki, Mogyoródi és Drótos a 4 vezér. Hencsik, Komsár, Kollár. A 3 pillér a Szekszárd oldalán. A DVTK kezdheti támadás vezetéssel a fél időt. Az igen. Itt oda Magyarod, és azonnal rá tudtak fogni. Jó kiválasztás, Kófiás. Bele is dobja. Boros, fölött. Rótos. Zácki, Boros, és mellé, és ez Kucsairól kell, hogy kimenjen, így is van. Nagy rákfenéje a DVTK játékának az, hogy tényleg másfél méternél messzebbről konstantosan nem veszélyesek.
letámadás volt ez. Hentschik nem tudja kosárral befejezni, de megvan a lepattanó csapónak. Pompsár még hozzáért egyébként. Drótos, ez a mázlia alapvetően a Szekszárdnak. Kofiás nem kedves elnézést kér Pompsártól, de szerintem Pompsár annak mondja neki, hogy bocs, hogy ezt lenyeltem. Hentschik, üres tripla, mellé megy. Megcsinálta pedig a helyzetet a Szekszárd, amit szeretett volna szerintem ebből. Drótos. Porosai a lepattanó, Pompsár harcolt meg vele ezért. Ez is Orosé, Oros elesik, nyilvánvalóan felrúgták. Hentschik is a földön. Vannak ilyen MMA jellegű beütések ezen a mérkőzésen. Mezácki. Kucsai. Teljes mértékben reménytelen ez. Nagyon jó kitalálta ezt Harsányi Mária. Ügyes tömörülés, ahogy de szépen csinálta Hentschik. Nem is kajálják természetesen a játékvezetők, joggal reklamálja ezt a múlt Ambrus Erzsébet, hiszen Hentschik tellegetett mind a két kezével, hogy valahogy beleakadjon a védővel. Szerintem Oros kapta a faltot, de lehet, hogy Krucsai. Nem tudom megmondani egészen pontosan. Majd mindjárt jön két dobás. Mogyoródi ráadásul. Jó a büntető Hentschiktől. Pontos szekszárdi vezetés. Visszajött Bacsó. Rég nem játszott. Mezácki. Bacsó. Neki egyébként még talán van sansza beköszönni kintről. Mogyoródi. Szerkezetet nem találják el szegények. Most visszahoznám Völgyi Szonyát. Kófiáson egy falt. Hát igen, csak akkor az első három, meg miért nem? Ez volt a második falt, amelyik Hentschik. Ez a szűk, Pompsár valahogy megtartja. Oh! Hát az milyen kosár! Pompsár Anna! Ott van ám Kohones. Az egy évvel fiatalabb magas embernél. Mezácki. Ijeszteget csak. Senki emiatt meg egyébként attól, hogy majd ő eldobja. Drótos! Ezt kellett volna beledobni. Nagyon fájjon. Lejár a támadó ideje egyébként a DVTK-nak, mert nem találta el Drótos a gyűrűt. Remélem, hogy Völgyi Szonya jön. Nem, szerintem Krucsai jön. Hentschik. Hosszú jött ki ebből is a DVTK, mert hogy ha tetszik, ha nem, a fart meg volt korábban. Így most két büntetőt fog dobni Hentschik. Cserél a DVTK, Krucsai első körbiztárpályán. ...47-46-nál átvette a vezetést. A DVTK Akadémia. Azóta csak szekszárdi pontot láttunk. Ezt most kiköpi
a Diósgyőri gyűrű. Volt egyébként olyan, amit beszippantott, és nem volt tökéletes dobás. Kettőből a második büntető már jó. 8 a különbség. Ki fog kosarat dobni a DVTK-ból? Zácki, Komsár mellett fölött, azt ott nem lehet így. Meg is van a lepattanó egyébként a Szekszárnak. Érezhető zavar a diósgyőrieknél. Kófiás rossz helyre vitte, elúszta. Hencsik, ő pedig nem tudja bedobni. És ebből most lehet szaladni, megy Magyaródi, az nehéz. Kacsolja a lepattanó, Nezácki. Szépen felrúgta őt Hencsik, és ebből lehet menni. Utoléri Eoros ezen a kérdés. Nem éri utolorvos, vagy hát utolérte Eoros, de nem tudja megakadályozni a kosárszerzésben. Hát erre most azt mondom, hogy joggal háborog minden piros pólós ott a kispad környékén, mert itt azért gyönyörű szépen bodycheckkel vitték földre. Talán Nezácki Szofi volt az. És abból jött a labdaszerzés, amit Komsár tett tovább, és Hencsik tudott ebből menni és dobni egy zicser. Tenger sok idő van még hátra, 57-47. Nagyon koncentrált a Szekszárd. És ezt a tömörülést, ezt egész egyszerűen nem tudja kezelni a DVTK. Ha most ilyen telefonos segítséget kérne tőlem, Ambrus Erzsébet nyilván nem tőlem fog segítséget kérni, ki vagyok én ahhoz, akkor biztos, hogy Völgyi Szonyát mondaná, hogy le kell hozni Szonyát, meg kell nézni, dobjon el 3-4-et. Láttam őt akár edzés közben is, hogy meccsek után lövöldözni. Mindegyik pályán lévőnél ügyesebb ezen a téren mindenféleképpen. Nem kell semmi más csinálni, nem kell labdát vezetni, nem kell effektíve kosárlabdázni, hanem valahol leállítani, és Szonya, gyerünk. Sharp shooting. Hát ez most kicsit olyan, mint amikor a céllövöldében megbincsizett fegyverrel kell célt találni. Hát teljesen reménytelen. Müller lesen, most észlelik. Jaj. Magyaródi elejtette, fölvette, elindult megint. Az első szekszárdi falt, viszont Kollárnak ez lehet, hogy a negyedik személye volt, igen. Az még sokba kerülhet, ugye Csapónak is 4 van, Kófiásnak is van 3. Nem, Kófiásnak csak 1 van. Schiefer jön Koller helyett. Nagyon fontos triplája volt, még ott a találkozó legelején. Ő szerezte az első szekszárdi kosarat 8-0-ás DVTK előnynél. Rótos szerette volna ezt tovább passzolni, Komsár megszerzi. Zseniális mérkőzése van egyébként Komsár Annának. És amúgy nagyon jó meccse van Hencsik Adriennek. Schiefer üresen kapja, nem tudja bedobni. Hát ez még egy jó helyzet volt, meg egy jó vállalás. Magyaródi. Bacsó. A gondolat maga is fura. És nincsen kosár ebből sem. Schiefer valahogy megszerzi. Nagyon észnél vannak a tolnai lányok. Szó se róla. 5 perc van még hátra. Megy. Tényleg leszegett fejjel, brutálisat küzd a DVTK, de kosárlabdával semmiféle esélyük nincsen. Komsár szerzi vissza,
Most azért néma síp van mindenhol, amúgy, de két oldalon. Hencsik. Bacsót megveri. Mellé dobja utána az itzert. Schiefer szedi a lepattanót. Komsár. Ezt is befejezi! Tizennégy pontos Pomsár. Megint egy dupla-dupla. Hú, de kellett! Nagy! Na most bejött a leszegett fej. Megyünk. Hát jön egy fújás. Oda piszkáltak neki. Nagy csenge, mennyire fontos. Egy 0-13-as etapot zár le ezzel a DVTK-kel. Át tudják-e lépni a saját árnyékukat? Lesz-e valaki, aki tényleg effektív vezér tud lenni a támadó térfélen? Csak ez a kérdés. Visszajön Kollár, nincs mit tartogatni. Arról nem beszélve, hogy Csapó kipontozódott. Ez az, amit Pomsár nagyon jól csinál, és a legjobban csinálja a Szekszárdból. Egész egyszerűen mindig fönt van a keze, nem csapdos, nem nyúlkál, nem piszkál. Ha fönt tud szerelni, tök jó, ha nem, akkor dobják át. A dobja a büntetőt is nagy. Hencsik. Tartott labda. Nem annyira jó, hogyha ott kapja meg a labdát egyébként Hencsik. Ez már sokkal jobb. Most fontos lesz, hogy mennyire lesz néma az a síp, mert innentől kezdve ez brutál kemény lesz. Azonnal jönni fog majd a duplázás. Rögtön reagál rá Harsányi Mária. 1224 éve nem megsértve ezzel Harsit, remélem van a pályán, meg él ott a kosárlabda világában. Persze, látja azonnal. Az első alapvonali szituációnál rögtön jöttek ketten, abból tartott labda lett a következő szitunál. Azonnal jöttek csapdázni. Ezt fogják megbeszélni, hogy mi a teendő, hogy tudnak segíteni Hencsik Adriennek a többiek. Eddig még minden, amit kért a Szekszárd edzője ettől a brigádtól, megvalósításra került. Három perc, 55 másodperc. Tenger sok idő. Jött péntek délelőtt. Azt tudom mondani, hogy ennél sokkal kevesebb ideje volt be az Újbuda csapatának. És akkor 8 pont volt a hátrányuk, és onnan tudták Egára menteni a mérkőzést. Hencsik, most nincs fújás, de beleért egy diósgyőri hölgy. Ki fogják zavarni ott a szurkolókat, szerintem ennyi, és ne tovább. Ezt mutatja most a játékvezető. Megkérem a DVTK-nál útráit, sportszerűen biztassák sajátjaikat. Kovács István. Köszönöm szépen. Nagyon sportszerűen küldték el melegebb éghajlatra a megkérést követően Kovácsot. Pomsár. Ez most nem megy be. És nyilván ilyen hőzöngés után ez a labda csak és kizárólag a Diósgyőrő lehetett. Nagy! Drótos! Jaj!
Jaj! Igen, most ugye volt egy kis ennyi-bennyi, meg itt átálltá, és akkor most két ilyen furi. Teljesen tájidegen a meccstől az lépés. Drótos elvállalja, Drótos beledobja! 59-53, hat a különbség! Most mindent lehet. Jaj, Istenem, szörnyű ezt látni amúgy. Itt volt csalódás is a lelátóról, az a baj, hogy az nagyon jónak kell lenni, hogy valaki csalni tudja a játékvezetőként. Most nem ez a helyzet. Végig tolja Magyaródi Encsiket. Kollár, ő elindul, eldobja, mellé dobja, Nezácki mehet. Nagy. Van-e még fordulat a mérkőzésben? Nezácki, Drótos, az is lépés. Ez kiperdül, nem csak ki a lepattanó. Szörnyű, hogy ezt így hagyják, az is lépés volt egyébként Kollárnál. Kófiás, beleáll, mellé dobja. Pomsár szedi a lepattanót, és Pomsár dob egy zicsert! Hű, de fontos lehet ez itt, hogy 6-ról 8 lett a különbség. Nagy, folyamatosan csak Drótost figyeli. Pomsár kimegy rá, nem kellene. Drótos meg is bünteti őt ezért. Bedobott egy 3-ast, tök jó. Schiefer, ő pedig mellé dob egy zicsert. Kófiás nyomta el Nezáckit. Ez volt a négyes számú Kófiás jön a harmadik személyhibája. Harmadik Kófiás falt, a negyedik Szekszárdi személy. Ugye több csapatfaltja van ebben az utolsó negyedben előnyben játszva a Szekszárdnak, mint a DVTK-nak. Elindul, és kifújják Kollárt szerintem. Itt a nagy esély a DVTK előtt. Megkapták az utolsó 4 percre a néma sípot. Figyelmeztették a szurkolókat, ahogy kell, és azóta semmi. Horváth jön. Kollár helyett. Kollár is kipontozódik. Csapó is, Kollár is. Orosz dob két büntetőt. 24-ből 8 a vonalról. A DVTK. A csata B ellen dobtak 33-ból 9-et. Encsik. Encsik kapja, meg egy elzárást is kap. El kell dobni, Encsik nem látja. Szép hosszú akciót vezetett a Szekszár, de dobás nélkül zárják. Jön egy Diós Győri időkérés. Tegnap a beatosok vesztek össze halálosan a játékvezetőkkel. Ha itt valahogy a Szekszárd elbukja a mérkőzést, akkor sokkal rosszabb vár ott a zsűri asztalra ment. Azért Szabó Gergő, Szabó Noém és Hasányi Mária nagyon régóta vannak már a pályán ahhoz, hogy
tudják, lássák az összefüggéseket. És egyébként nyilvánvalóan bátrabban is állnak bele egy ilyen dologba, ugye Gergő maga is magas szinten fújt. Édesapja is, hát maradjunk annyiban, hogy mindent tudnak a szakmáról, amit tudni kell. 6 pontos szekszárdi előny. Én emelem amúgy a kalapom Ambrus Erzsébet és Tábia előtt, meg a diósgyőri lányok előtt, mert amit ki lehet hozni az ő képességeiből, azt szerintem maximálisan kihozták. Ez még nagyon sok idő, az 1-22. Nagy. Jön a labdáért Drótos. Drótos elvállalja, Drótos mellé dobja, Nezácz kiszedi a lepattanót. Tartott labda. Marad a DVTK-nál. Gyors akció volt, 1-17. Legalább a gyűrűt eltalált a Drótos, így aztán maradt náluk. Támadás vezetés lehetősége. Áltanak mindent. Nezácki, ő is eldobja. Ez is mellé, ott van Drótos. Drótos a helyére gyűri. Két reménytelen 3 pontos. És tudott támadni belőle. Tovább a DVTK. 12. Ha most azt mondom, hogy Drótossal szemben szabálytalankodtak, akkor nyilván senki nem fog meglepődni. Hencsik vágta nyakon torkon. Drótos mondja orvosnak, hagyj engem békén. Hencsik kér elnézést Drótostól. No, hát ez olyan, hogy nyilván mindenki próbál keményedni, hiszen mindent lehet. És a keménységből jöhetnek ilyenek. Kófiásig eljut a labda. Most az elmúlt 3 percben ezt lehetett. Szerencsétlen Orosz. Ugyanazt csinálta, mint eddig. Megvan a 4 csapatfajta a DVTK-nak. Hencsik, Kófiás, egyetlen ma már bedobott. Bedob még egyet! 6 pontos! Szekszárd elő, Joros! Ő azonnal válaszol! Kófiás. Bocsánat, Schiefer az. Drótos tolja, nyomja arrébb, és... Kinnált a DVTK játék, és majdnem megszerezték a labdát. Jön a labdáért Hencsik. Az falt, 2 büntető jön. Mellém az első büntető. Második becsorog. Ez még nagyon fontos lehet. Nincs már több időkérési lehetősége Ambrus Erzsébetnek. Drótos megy. Drótos. Nagy. Homsár fölött, az mellé. Orosan dob majd. Két személyét megfogja a fogát. Reméljük, hogy nincs baja az arcának. Ez volt a
Ezt most bedobja Orosz. Meg kell próbálni azonnal labdát szerezni, ha nem megy, faltolnia kell a DVTK-nak. Bedobja Orosz most, amikor nagyon kell, bedob kettőt. Hencsik. Végig támadhatja hátralévő időt a Szekszárt, ha nem faltolnak. Már pedig úgy néz ki, hogy nem faltolnak. Megszerzi DVTK, de Orosz kifekszik az oldalvonalon kívülre. Mondja Boros Krisztina a Tambus Erzsébetnek, hogy nem tudok mit csinálni, hát egyszer kint fekszik, akkor kint fekszik. Szekszárdi időkérés, 10,6 másodperc maradt. Őrült, őrült másodpercek ezek. Mencsik elkövette azt a hibát, hogy mindig ott a vonal közelébe megy, és azonnal jönnek ugye duplázni, a társak meg nem igazán segítettek neki. Három pontos Szekszárdi vezetés. Drótos nagyot játszik egyébként, Nezácki nagyot megy. Orosz 14 pont, 13 lepattaló. Talált Ambrus Erzsébet két olyan embert erre a döntőre, akik bőven sokkal többet hoznak, mint amit az egész szezon során. De hogy az Oroszra feltétlenül igaz, az, az fix. Nezáckiban valószínűleg mindig is benne volt az az X-faktor. És amúgy ez nagyon lebutítva azon múlik, hogy Pocsékul büntetőzik a DVTK, 28-ból csak 10 találat, úgyhogy Orosz most kettőt bedobott, és kettővel több hármas dobott a mai napon a gyűrűbe a Szekszárd. Schiefer dobhatja be. Hencsik üldözik ketten is. Nem akarnak semmit Hencsik Adriennel. Végignézi a DVTK, faltot fújnak. Nem hiszem el, hogy végignézi a DVTK azt, hogy vezetgeti a labdát Hencsik Adrián. Az atomerőmű KSC Szekszárd nyeri a 2022-23-as Nemzeti Leány Serdülő bajnokságot. És ez nagyjából annak köszönhető, hogy a második negyedben valami eszetlent ment a Kófiás Kollár Pomsár trió nevével fémjelzett ötöse Harsányi Máriának. Az első mellé megy Hencsiktől, ha egyet bedob, akkor ennek vége. Ha mellé dobja mind a kettőt, akkor is vége, senki nem fog onnan betalálni. Arra kell figyelni, hogy a gyűrűt eltalálja. De az a biztos, ha beledobja, ez mégiscsak Serdülő bajnokság. Beledobja Hencsik Adrián. Még egy hosszú passz, Hencsik kezében köt ki a labda. Harsányi Mária győzelemre vezeti az atomerőmű KSC Szekszárd serdülő csapatát. Hencsik Adrián az egész bajnokság legjobb pontszerzője. Végül aranyéremig vezeti a társakat, de teszi mindezt úgy, hogy amíg a szezon első felében egyértelmű ásza volt ennek a gárdának, addig itt a szezon második felére fel tudtak nőni hozzá, fel tudtak zárkózni hozzá a szekszárdi csapat tagjai. És ennek köszönhetően ők ülhetnek fel az idei U14-es trónra, miután legyőzik a DVTK-t 65-61 arányban. Szenzációs diadal ez a szekszárdi hölgyektől. Nem tudom, hogy mennyire hittek benne, de az biztos, hogy itt ezen a mai mérkőzésen egy másodpercig nem inogtak meg. Akkor sem, amikor a DVTK átvette a vezetést. Akkor sem, amikor nem ültek a dobások. Mentek, csinálták a dolgukat. Az sem számított, hogy érezhették úgy, hogy esetlegesen az ítéletek nem voltak mindig számukra kedvezőek. De végül mehet az ünneplés, mehet a locsolkodás, mehet a bolondozás. Egy nagyon is megérdemelt diadal a Szekszártól. Egy ponttal legyűrték a Beac Újbudát, és négy ponttal legyőzték
az Atomerőmű KSC Szekszárd lányai a DVTK Akadémia együttesét is. A tavalyi bronzot egy ezüstre tudja upgrade-elni Ambrus Erzsébet és csapata. És a nagy tanulsága szerintem számukra ennek az idei szezonnak az lehet, hogy egész egyszerűen ilyen nagyon gyürkőzős, ennyire gyürkőzős kosárlabdával nem feltétlenül biztos, hogy bajnoki címet lehet nyerni. Egész egyszerűen drótos talált egy triplát, de ezen felül semmiféle veszélyeztetést nem jelentett 3 méternél távolabbról a gyűrűre a DVTK Akadémia csapata. És mint ilyen, kevésnek bizonyultak. Ez volt tehát a 20 mérkőzés a DVTK arénából. Ez volt a Fireplace nemzeti leány serdülő bajnokság idei 8-as döntője, amely szekszárdi diadalt hoz Miskolci ezüstéremmel és Beacújbuda bronzéremmel. Láttunk izgalmas mérkőzéseket, láttunk véleményes szituációkat, és láttunk, én úgy gondolom, egy jól megszervezett tornát, ahol nagyon közel járt a hazai csapat ahhoz, hogy aranyérmet akasszanak a nyakába, de végül kevésnek bizonyult az a tudás, amivel jelen pillanatban rendelkeznek drótosék. Szépen mentek, csodásan teljesítettek, rengeteget fejlődtek, ezt nem szabad elvitatni a DVTK-s hölgyektől. Ahhoz képest, ahonnan indultak és ahova eljutottak, náluk is egyértelmű a fejlődés, és náluk is látható az a felfelé ívelő pálya, ami egyébként ebben a korosztályban a leges-leges legfontosabb. És most megünneplik őket a szurkolók is, ahogy annak ilyenkor lennie kell, és ez valószínűleg örök emlék minden ott álló Diósgyőri hölgynek, függetlenül attól, hogy ezüstérem lett a vége ennek az idei menetelésnek, de ezüstérem lett a vége, és azért érmet nyerni bármilyen szinten vagy országos bajnokságban az mindig kiemelkedő teljesítmény. Atomerőmű KSC Szekszárd arany, DVTK Akadémia ezüst és Beacújbuda kosárlabda akadémia bronz. Ez volt a Fireplace nemzeti leány serdülő bajnokság. Az érem átadóra igyekszünk maradni, megpróbáljuk azt is képben megmutatni önöknek. Én innen a kommentátor állásban minden esetre búcsúzom, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, hogy egy hét múlva jövünk a lány kadett bajnokság történéseivel, és aztán az idei UP döntő folyam lezárásaként majd két hétvége múlva a Nemzeti Fiú Kadett Bajnokság 8-as döntőjének a történéseit is itt követhetik a humbasket.tv keretein belül. Annyi titkot elárulhatok, hogy a Fiú Kadett döntő majd az U16-os magyar nemzeti csapat edzői stábja fog segítkezni szakértőként. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, egész 4 napos figyelmüket és a nagyon pozitív visszajelzéseket, ez mindig jól esik az embernek. Élmény volt ezt az eseményt is közvetíteni és önökkel együtt átélni. Találkozunk egy hét múlva a lány kadett döntő alkalmával. Addig is a viszontlátásra, viszonthallásra, élvezzék a díjátadó történéseit.
egész követően megkérném a csapatokat, sorakozzanak föl az eredmény hirdetéshez. Az A csoport csapatai, az F, G szektoroknál lévő sarokban, a B csoport csapatai pedig a C, D szektoroknál lévő csapatokban sorakozzanak. Köszönöm! Tehát még egyszer, az A csoport csapatai, az F, G szektoroknál lévő sarokban, a B csoport csapatai pedig a C, D szektornál lévő sarokban sorakozzanak fel. Megkérem a szexádi csapatot, ők is sorakozzanak föl az eredményhirdetéshez. Köszönöm! Szeretném köszönteni a résztvevő csapatokat, játékosokat, stábtagokat, közreműködőket, játékvezetőket, ellenőröket. A 2022-23-as Fireplace Nemzeti Leányos Erdülőbajnokság záró ünnepségén. Külön köszöntöm Csöbör Katalin, országgyűlési képviselőasszony. Szabó Tamás urat, a DVTK főtitkárát, valamint Magyar Gergelyt, a DVTK kosárlabda akadémia igazgatóját. Megkérem Szabó Tamást, hogy gondolataival zárja be a tornát. Köszönöm szépen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm számomra, hogy itt Miskolcon az elmúlt pár napban vendégül láttuk benneteket, a szülőket, edzőket, és a vezetőit, a klubok vezetőit. Remélem szépen mérkőkkel távoztak. Én nagyon izgalmas mérkőzéseket láttam, nagy küzdelmet láttam. Gratulálunk a szexádi barátainak a aranyéremhez, nagyon szép teljesítmény volt, de mi is büszkék vagyunk a sajátjainkra, akik óriási küzdelemmel megszerezték az erősítőmet. Minden csapatnak gratulálok, de azért érdekes ezek az ilyen tornák, hogy itt látjuk mindig a jövő válogatott játékosait, a jövő NB1-es játékosait, úgyhogy ezt külön figyelemmel kísérjük, és tényleg én nagyon bízom benne, hogy majd felnőtt koratokban is nagyon sokan fogtok ebben a zárnokban játszani. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek, különösen a szüleiteknek, akik óriási energiát fektettek már eddig is abban, hogy ide elérjetek, és még ezután is nagyon sokat fognak. Én nekik külön köszönöm, a felkészítőknek, edzőknek és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ez az esemény gond nélkül le tudott ma zajlani. Én köszönöm szépen, a díjakat eltadjuk, és utána mindenkinek nagyon jó utat kívánok hazafelé.
felkérem az egyéni díjak átadására Csöbör Katalin országgyűlési képviselőasszonyt. A csapatag legjobbjait szólítanám. Darazsak Sportakadémia, Vidló Boglárka Boróka. Uni Győren Kál, Gáros Hanna Andrea. Az NKP-s csapatából Novrecki Csenge már átvette a díjat, ő hivatalosan van távol. A csata DSP csapatából szólítanám Szurák Anna Esztert. Ezen a tornán a csata DSE A legjobbja, Kövesi Luca. A Bea Cújbura K.A. legjobb játékos a díj és Petra Bianca volt. Nagy tapsot kérek az Atomenő KSZ Szexárd csapatából Kófiás Janának. A DVTK Akadémia A csapatából Nezárszki Kata Szofia díjazott. Közös kép elkészítését követően megkérném a díjazottakat, hogy forduljanak a szülők felé, biztos, hogy is szeretnének fotót készíteni. Köszönjük szépen, kérem a díjazottakat, fáradjanak vissza csapataikhoz. Az All-Star 5-ös csapat tagjainak kihirdetése fog következni. A díjak átadására megkérném Szabó Tamásukat. Az All-Star 5-ös tagjai. Uni Győren Kál, Vigó Torino. Csata DSA, Barca Zita. Az All-Star 5-ös tagja, a Bea Cújbura K.A. játékosa, Grét Zoe. A DVTK Akadémiából Orosz Anna került be a legjobb játékos közé. Az Atomerőmű KSZ
Alexander Popsár annak képviseli az osztályokban. Köszönjük szépen, megkérjük fáradatok helyetekre. Szeretném felkérni Magyar Gergely urat a döntő MVP díjának átadására. A döntő legértékesebb játékosa, az MVP díj nyertese Hencsik Adrien, a Kemerényi KSZT Sekszár. Most pedig következzen a torna végeredménye. Megkérdik Magyar Gergely urat, adja át a díjat. 8. helyen végzett a Darazsak Sportakadémia csapata. Az idei serdülő bajnokság 7. helyezettje az Uni Győr NK csapata. A 6. helyen az NK a Pécs A csapata végzett, akik a díjat már korábban átvették. Az 5. helyezett csapat a Csata DSM B gárdája. A 4. helyen végzett a Csata DSM A csapata. Megkérném Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszonyt, valamint Szabó Tamás urat az érmek átadására. A 2022-23 Fireplace Nemzeti Kosárlabda Leány Serdülő Bajnokság 3. helyezett csapata a Beac Új Buda Kál! A 3. helyezett csapat tagjai Sági Bettina, Bákozdi Dóra, Krész Zoli, Szudolszki Mira, Bugatis Júlia, Vinyés Petra, Bors Emma, Andrási Dóra, Sáhi Eszter, Medvei Csenge, Szilágyi Róza, Tibai Eszter, Sámson Érzkövi Éva, Török Boglárka, csapat edzője Lakló Tanna, segítője Csomor Flóra.
Megkérném Szabó Tamást, adja át a harmadik helyzet csapat kapitányának az oklevelet és a serlevet. Megkérnék Szabó Tamást, adja át a tortát. Az idei nemzeti leány serpülő bajnokság második helyezettje a BVTK Akadémia csapata. Bacsó Flóra, Völgyi Szonya, Müller Fanni, Krucsai Ajsa, Tóth Panna, Trótos Szonya, Boros Andor, Magyaródi Lili, Dohány Maja, Nagy Csengei Szécsi Panna, a csapat edzői Ambrus Erzsében, segítője Demete Rancsa, az erőnéki edzők pedig Magyar, bocsánat, Petre Máté, csapatvezető Magyar Gergely, technikai vezető Petnyi Robert, masszőrök Molnár Szilvia, és orosz Fornyi Petre. Megkérném Szabó Tamást és Magyar Gergelyt, adják át az érmüket. Megkérném Szabó Tamást, adja át a második helyzetben járó serleget, valamint az oklevelet. És kérném a csapat edzőjét, Ambrus Erzsót, vegye át a tortát is. Szép volt, lányok! A csapat edzője Harsányi Mária.
segítőre Szabó Nikolát Andrát. Megkérdeni továbbá Csögör Katalint, adja át az első helyezett Mikláros Serleget. Kérem a Tárásztőszegzár csapatkapitányát. Valamint kérdem a Tárásztőszegzár edzőjét, vegye át a kis gyenge által felajánlott tornát. Gratulálunk a győztes csapatnak! Az eredményhirdetés és a díjak kiosztása ezzel véget ért. Szeretném bezárni a tornát, megköszönni minden résztvevőnek a jelenlétét, nagyszerű szurkolóinknak a bíztatást, jó utat kívánok mindenkinek hazafelé, és kellemes pihenést a nyári szünetre. Hajrá kosárlabda!